Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit egy nagyon nehéz témáról. Egy kifejezetten fontos társadalmi problémáról van szó, amit katasztrofális tudatlanság övez, és így veszélyt jelent családaink és szeretteink jövőjére. Egy téma, ami elemeiben mérgezi meg közösségeink szövetét. Egy téma, ami sokaknak mókásnak tűnhet, de maga a pokol felé vezető beolajozott csigalépcső. Egy téma, mely a drog. Prevenció. Egyszerűen borzalmas állapotban vannak a drogprevenciós programok az országunkban, és mivel a mai filmünk a Virsli Party egy drogos film, kéte volna! Eljött az idő, hogy nekiessünk a feladatnak. Hadd mutassam most meg nektek, hogy mi az igazi nagy problémám a drogprevencióval, és ehhez nézzünk most meg pár hazai kezdeményezést. Kezdjük azzal, hogy... Régóta téma a szülők és pedagógusok körében. Szabad-e beszélni a drogokról az iskolában? A legnagyobb félelem és dilemma az szokott lenni. Nem a figyelmet hívjuk-e fel erre a rendkívül káros szenvedélyre azzal, hogy beszélünk róla. Ti hülyék vagytok! Ennél nagyobb tudatlan baromságot én életemben nem hallottam. Az oké, hogy Pisti a hatodikból nem narkózik délutánonként, de hogy az Istenben ne jutna eszébe se a téma. A csapon kívül mindenből ez folyik. Pisti feltételezhetőleg többet tud a témáról, mint a szülei. És ez alapján az első szerintem borzasztóan problémásan nagy hülyeség az a gondolat, hogy a drogkultúrával erősen felütött popkultúrától el lehet vagy szabad zárni a gyereket. Aztán! Marosi Antal módszerek különbözik a többi preventív előadástól. Nem ismerteti a drogok fajtáit és hatásait, csupán azt mutatja be, mit tesz tönkre a kábítószer a szervezetben. Oké, ez végül is egy jó helyről jön. Igaz, hogy a drogok típusuktól függetlenül egyfajta változást hoznak az életünkbe, és így lehet kollektíven beszélni róluk, de szerintem azért mondjuk stratégikus lenne megkülönböztetni a füvet meg a spice. Mindkettőnek megvan a veszélye, csak az egyik egy szintetikus, totál kiszámíthatatlan műfű. Ne szívjál műfüvet! Kérlek! De amúgy is nem hiába vesszük jogilag is külön kategóriákba a drogokat. Veszélyes arrogancia annyival megelégedni, hogy az egyik drog ugyanolyan, mint a másik drog. Mit tettem? Nyugi, nincs semmi baj, ez csak egy spangli volt, nem a te cuccod, oké, semmi gond, tedd el, igyel egy kis vizet, lélegezz mélyeket, és tedd le a kanalat! Nincs visszaút! Miért van nálad heroin? Anyám azt mondta, marihuánú kapudrog, és én bekopogtam rajta! Ja, de aztán átnéztem Nyíregyre, és... Kell a látvány, a show, a buli, amihez szokva vannak. Mi az Isten? Round 2. Oké, igyekezetből ötös is, ezzel nem is lenne semmi baj, de aztán megkérdezték tőle, hogy miért csinált egy ilyen monodrámát a drogprevencióból, és azt találta mondani, hogy okostelefonok, iPad-ek, iPad-ok, internet meg minden, azt mondtuk, hogy ezeknek már nem lehet csak leülni és dumálni. De lehet beszélni a gyerekkel, de lehet, sőt. Valakinek a riport végén valamiért támadt egy ilyen őrült ötlete, hogy megkérdezte a gyerekeket is, hogy mit gondolnak a témáról, és azt mondták, hogy a középiskolások azt mondják, szerintük a fiatalokra hatással vannak az ilyen előadások, de az otthoni környezet, a nevelés és a barátok is sokat tehetnek azért, hogy a fiatalok se önszántukból, sem tudtuk nélkül ne fogyasszanak kábítószert. Ismét csak egy fiatalokat érintő téma, amihez a fiatalok jobban értenek, mint a felnőttek. Wow! Szerintem itt kell megragadni a lényeget. A felnőttek nem értik, hogy mi zajlik, ezért pánikszerűen megpróbálják teljes mértékben eltörölni a drogfogyasztást az országban, ami nem fog sikerülni. Majd megpróbálják megijeszteni a gyerekeket, akik messze nincsenek annyira beszalva a drogoktól, mint a társadalom, ezért ez se fog sikerülni. Végül pedig számukra ismeretlen témákról kezdenek el tekintélyelven papolni, aminek hatása nincs, mert nem egyenlő félként kezeli a fiatalokat. Nem megbeszélni akarnak, hanem lebeszélni. És szerintem ezt a viselkedést abba kell hagyni. Mert kétségtelen, hogy a drogprevenció fontos. Még mindig rengeteg gyerek van ebben az országban, aki úgy gondolja, hogy ha egy zacskóra az van ráírva, hogy műtrágya, az nem műtrágya, hanem orbavaló. De az műtrágya! Ne szívj műtrágyát!
Most tényleg el kell magyaráznom, hogy mi? Fontos üzenet, de így nem lehet kommunikálni. Egyenrangú partnerként kell kezelni a fiatalokat, még lehet akár tanulni is tőlük, így lesz igazán eredményes ez a folyamat. Mert azért gondoljunk bele. Milyen eszméletlen sértő is ugyanakkor röhelyes lenne, hogyha ugyanezzel az ilyen média által felfújt, szükségtelenül apokaliptikus, tudatlanságból fakadó arroganciával ellátott, szükségtelenül komor hangvétellel csinálnánk egy videót, amiben megpróbáljuk lebeszélni a drogozásról a felnőtteket. Drog. Halál. Félelem. Rezsinövekedés. Szirmai Gergely egyszer beleszívott egy kápszeres cigarettába, és most videoblogolásból él. Hogy van a kettőnek köze egymáshoz? De a veszélyek... Nem, és amúgy mi a baj a videoblogolással? De a veszélyek nem állnak meg a cigarettapapírba csavart sátán ánusz fogyasztásánál. Meglátogattuk dr. Zacher Gábor toxikológust, hogy a kényelmetlen méretű nemzeti alkoholizmus helyett a kemény drogokról kérdezzük. Tehát a drogok alapvetőleg egy ilyen komoly társadalmi problémák jelentek. Hogyan tudom megakadályozni, hogy szeretteim és családtagjaim tudjanak a drogokról? Legutoljára ezt a kérdést néhány héttel ezelőtt egy talkshow-ba kaptam meg, ami után úgy gondoltam, hogy ha lenne hajam, akkor kihullana. Ehhez azt gondolom, hogy jelen szituációban egy valami kellene, hogyha mondjuk olyan 10 millióval kevesebben lennénk itt Magyarország területén. De rendben, mert úgy érzem, hogy éreztem valamennyi szarkazmust ebben a válaszban, hogy menjünk is tovább rendben. A gyermekemnél észre vettem, hogy fübencik, marihuánát fogyaszt, és ugye ez mint kapudrog előbb-utóbb bejutatja őt a kokain, heroin és... Én fordítva mondanám, a kokain az nem biztos, az nagyon drága. Persze, hogyha mondjuk elviszi a tévét otthonról, vagy anyának az aranyékszereit, ezt tudom javasolni, mert ez egy nagyon hasznos dolog lehet. Ugye akár van számtalan ilyen bizomány, ahol mondjuk... Jó, ezt vágjuk el, jó, oké. Okay. De bocsánat, itt még nem fejeztük be, hogy a gyerek és hogy a drog. Hogy akadályozzam meg, kell ilyenkor inzulint tartani a háznál, ugye, mert ugye a szívébe vagy be kell szúrni, amikor... Én nem inzulint, bocsánat, ez egy nagyon súlyos szakmai tévedés. Adrenalin. De azt gondolom, hogy a másik, hogy ha tényleg azt akarom, hogy ne használjon, hogy eszébe ne jusson annak a gyereknek, annak a büdös kölykének, hogy valaha is egyáltalán a kábítószerre gondol. Az első dolog egy frontális lobotómia. Bocsánat, szeretném befejezni, ne haragudjon, ez egy nagyon komoly szakmai történet. Én szeretem, frontális lobotómia, ezen kívül, hogyha mondjuk eltávolítjuk a végtagjait, a száját és az órát. Tehát, hogy... Ön szívott? És akkor még egy mesterséges kanülön keresztül kap levegőt, akkor szerintem működhet a dolog, és a táplálásról is tudunk gondolkozni egy gyomorszondán keresztül, és ugye akkor mi visszük be kívül ezeket a dolgokat, és akkor biztos, hogy semmiféle tudatmódosítószer nem fog belekerülni a szervezetébe. Ne haragudjon! Gyakorlatilag itt minden utcasarkon belül drogosok rohangásznak, és minden második utcasarkon gyakorlatilag egy félmeztelen kábítószer is rohangászik egy letörölt csörösüvel a kezébe és embereket pusztít. Azt kell, hogy mondjam, hogy van bennem némi igazság, de ez nem itt van. Befejeztük. Oké. Okay. Zacher Gábor nem tud semmit, és nem ért semmihez. És a drogok nem csak a testnyílásainkat penetrálják. A számítógépes játékok borzalmas addikciójáról egy áldozatot, Kis Imrét kérdeztünk. Imre már évek óta a játékok világában él. Már csak az érdekli, hogyan rassolhatja a feedet. Mikor nörfölheti a PvP-t? Imre élete romokba. Ennek a szövegnek semmi értelme nem volt. A videójátékok nem csak kikapcsolódást nyújtanak, hanem egy összetett művészetélményt adnak. Nem beszélve arról, hogy hasznos időtöltésnek... Nem, nem! Imre beteg! Imrének segítségre van szüksége! A drogok rosszak! Oké? Készült a Dankupista tabletta gyár támogatásával. Nos, ez lenne az én meglátásom, de nyilvánvalóan ez egy nagyon nehéz téma. Mindenképpen hagyjátok lenne a kommentek között a saját véleményeteket is. És amíg gondolkodtok, hadd mutassak nektek egy mérsékelten eredményes, de kétségtelenül őszinte drogprevenciós filmet. Ez a Wilsley Party. A történet szerint Frank, a Frankfurter és barátai nagyban készülődnek a nagy napra, amikor az emberistenek egyike végre hazaviszi őket a csodás más világba. Egy szerencsétlen baleset miatt azonban kiderül, hogy nem babra megy a játék, az emberistenek kegyetlen ételevők. Így viszont Frank és csapata harcba kell, hogy szálljon a vakvallásos ételtársaikkal, hogy meggyőzzék őket, az istenek a fejükbe esznek. Na most, a történet minden csak nem lerágott csont. Sok mindent lehet kezdeni azzal a gondolattal, hogy az emberek, akik közül a rosszabbakat mindig azzal vádolják, hogy Istent játszanak,
tényleg mind Istent játszanak a filmben. A filmkészítők pedig hála Istennek ehhez mérten rendesen ki is filézték a történet szálkákat. Mind az ételvallás társadalmi hasonlata, mind a karakterek egyéni küldetései, mind pedig az emberek tudatlan Isten léte nagyon izgalmas gondolatok. A jelentésükre és az üzenetükre viszont a végén még vissza fogunk térni. Na most nyilván ez egy ilyen humoros paródia film, és a humor maga kemény, de jó, ezen a téren szerintem nagyon sokat fejlődtek a filmkészítői. Ez is egy ilyen Seth Rogen, Jonah Hill, James Franco féle betépős komédia, de most már el tudtak távolodni a konkrét beszíváson való rotyogástól. A karakterek persze egyszer azért kötelező jelleggel kakukkfűbe harapnak, de amúgy a humor nem abból jön, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva az elemeknek, amikor be vagyunk szívva, hanem abból a furcsa látásmódból, amit a beszívás ad nekünk. Szerintem ez egy előrelépés, és ehhez mérten, aki szereti az ilyen betépet humort, az vigyorogni fog, mint a tejbetök, aki viszont nem nyitott erre, vagy ne adj Isten homofób világképet képvisel, az kerülj el a filmet, mint a forró kását. Mert az a nemi erőszakos disznótor, ami a végén van, az ki fogja borítani. Yeah, ez a történet és a humor, milyen a megvalósítás? Na hát, a stáblábos az fenékig tejfel. Seth Rogen remek főszereplő hang. Michael Cera a nyomott virsliének ugyan kicsi a sorsa, de erős. Kristen Wiig klasszikus női főszereplő, Salma sem esett messze a bájától, és az igazi kiemelkedő újonc Nick Kroll, mint Douche, aki hibátlanul keveri a buta parasztot az ijesztő paraszttal. Majdnem mindenki király, és persze egy ilyen állistás baráttából nem nehéz cselszézni, de azt érdemes leszögezni, hogy a szinkronhangok közül majdnem mindenki amatőr, és ez azért felértékeli a munkájukat. Viszont az is igaz, hogy ez mind csak hab a tortán, és a torta maga egy kicsit szétesős. Az animációs stílus azonnal Pixarba szökken, egyszerre másolja és parodizálja a stúdiót, de én szerintem ezt nem feltétlenül jogosan teszi. Kicsit butácska, kicsit egyszerű a látványa, a karakteranimációk primitívek és statikusak, és ez mind nem lenne zavaró, de a Pixar szivatását azért kicsit visszássá teszi. Egy szó mint száz, ez a film nem egy kifejezetten fantasztikus látványkonyha. 17 szóviccig bírtam. Már idegesített? Tudom, sajnálni. Nem én választottam a magyar létet, a magyar lét választott engem. És amúgy, hogyha ezek a kajás szóviccek nem jönnek benne, nézd meg a filmet, mert tele van velük. De mindezt letudva, most beszéljünk arról, hogy mit akar üzenni a film, mert ez a legfontosabb aspektusa. Ahogy mondtam, egy nagyon fontos eleme ennek a filmnek a vallás kritika, szó szerint arról van benne szó, hogy hogyan vitatkozzunk vallásos emberekkel a vallásról. És kezdetben ez az üzenet tök jól indul, arról beszélnek, hogy nem szabad eltiporni a vita partnerünket. Úgy nem lehet meggyőzni egy vallásos embert a vallásosság visszásságairól, hogy azt mondod, hogy ő hülye, mert vallásos, ő primitív, én meg okos vagyok, mert én nem. Tök jó, teljesen támogatom. De aztán a film átnyergel abba a történetszába, hogy megszűnt az isteni kontroll a kaják fölött, van egy hatalmas orgia, ami gondolom így történne, és aztán felhűtlen a boldogság, és mindenki kéz a kézben áll és szerti egymást csak azért, mert nincsenek istenek. Akadémiai nyelve, hogy tanultuk ezt bölcsészkaron? Igen. Fasság! Ezt így egyenesbe kijelenteni, hogy a világ békétől csak a vallásosság választ el minket, az felszínes. Az emberi hülyeség ugyanis tapasztalhatóan nem áll meg az oltárnál. Ha nem lennének vakon militarizálható hívők, akkor lennének vakon militarizálható politikai hívők. Az emberek mindig megtalálják az utatmódot arra, hogy egymást manipulálják. A vallás erre egy eszköz, de nem az egyetlen eszköz. Legalábbis szerintem, és persze ez csak egy vélemény. De ami nekem nagyon furcsa, hogy legalább annyira kidolgozott vélemény, mint ami a filmben meg van fogalmazva. És ez egy 10 perces konyha filozófiai filmkritika blog, az pedig egy másfél órás nagyjátékfilm. Én személy szerint egy kicsit több gondolati mélységet várnék el ettől a filmtől, ha már ekkora hangsúlyt helyez erre az üzenetre. És mindezt felismervén én úgy gondolom, hogy emiatt egy nagyon jó drogprevenciós film a Virsli Party. De látod, kisfiam? Ha túl sokat füvezel, akkor először sokat fogsz kacarászni, aztán hatalmas marhasságokat találsz ki, amik amúgy rendkívül szórakoztatóak is lehetnek. A végén viszont, amikor már elkezdesz lejönni róla, elmerülsz a saját beképzett zsenialitásodban, és olyan fantasztikus gondolatokat szűz, ami neked felrobbantja az agyadat ebben az állapotodban, de az átlag józan kialudt embernek ezek ilyen teljesen meh gondolatok lesznek. És ott fogsz állni, és fantasztikusan zseniálisnak fogod képzelni magadat egy olyan gondolattól, ami ráfér egy szerencse sütire. Teljesen őszinte és hiteles drogprevenció. Értékeljünk. Hát srácok, az a helyzet, hogy vicces ez a film, igazából én is elröhögtem rajta, de kifejezetten mély értelmet ne lássatok bele, mert nincs ott mit találni. Ehhez mérten egy brót vigyél magaddal, azzal jól fogtok szórakozni, fogyasztásra pedig semmit javasolnék. Egy olyan eszméletlen gyomorrontást kaptam a hétvégén, hogy két napja csak krumplit eszek. Szolidarítsatok, vagy ne!
a krumplinak semmi íze nincsen. De ennyi volt a mai filmünk, és nagyon-nagyon nagy köszönet Dr. Zaher Gábornak, hogy elvállalta a vendégszereplést. Az ő vele való forgatás miatt csúszott el ez a rész, de szerintem abszolút megérte újra forgatni a dolgokat, úgyhogy királyság, megyünk tovább. A héten jön az új AFK sorozat és még egy Hollywood hírügynökség. Azon túl pedig hétvégén megyek Nyíregyházára, Debrecenbe és Miskolcra Imivel. Megint ilyen média mártos aláírogatós dolog lesz, úgyhogy jöjjenek a dátumok és a pontos helyszínek. Remélem, hogy ott találkozunk, hogyha oda valósiak vagytok, nagyon-nagyon szeretek találkozni a szerkesztőségi tagokkal, király lesz. De addig is, ennyi volt a mai hírügynökség, én Szirmai Gergely voltam, nem sokára újra találkozunk.